Újabb kiállításnak ad otthont a Püspökladányi Ifjúsági Ház. Április 8-án Bíró Ildikó, bihartoldai festő, Erdély a tündérket nevelt viselő kiállításának megnyitójára került sor. Erdély Anna, a Dorogi Márton Művelődési Központ tagintézmény vezetője megosztotta velünk, hogyan kerültek kapcsolatba a bihartordai festőművésszel. Ma délután itt az Ifjúsági Házban ismét egy újabb tehetséges alkotó munkáit mutatjuk be. Annyi különbséggel, hogy most nem püspökladányi tehetség fog bemutatkozni, hanem a bihartordáról érkező festőművész kiállítása kerül megrendezésre. Hetekkel ezelőtt érkezett felénk egy megkeresés, az Ifjúsági Ház közösségi oldalán kaptunk egy üzenetet Bíró Ildikótól, amelyben felkeresett minket, hogy van-e lehetőség arra, hogy Püspökladányban mutassa be a munkáit. Természetesen mi ennek nagyon örültünk, fel is vettük vele egyből a kapcsolatot, és ennek az eredménye az, hogy ma délután itt az Ifjúsági Házban 16 órától Bíró Ildikó Erdély a tündérkert című kiállítására várjuk a kedves érdeklődőket. Az Ifjúsági Ház kiállító termében 29 festmény látható Bíró Ildikótól, melyeket a művészülő földje Erdély Csíksomlyó ihletett. Egy kisebb helyiségben a 12 erdélyi fejedelem portréja is megtalálható. Az alkotó arról beszélt, miért éppen Erdély a tündérket nevet viseli kiállítása, valamint a püspökladányi tárlat létrejöttéről is beszélt televíziónknak. Azért Erdély a tündérkert címe, mivel ugye én Erdélyből származok, Csíkszeredából, ugye, és hát úgy mondjam, hogy minden szál odafűz engem. Én nagyon szeretem a szülő városomat, a szülő, hát mind Erdélyt. Már régen szerettem volna én Püspökladányba eljutni. Sajnos csak mostanra sikerült ide érnem velük. Amúgy a Bihartorda környékén már, a környékbeli településeken már bemutatkoztam, Debrecenbe is, Beretyújfalu, Földes, Nagyrábén volt az legelső Nagyrábén, és a környékbeli kisebb falvakba is már. És most már ideje volt, hogy Püspökladányba is elhozzam, gondolom, hogy a itteni emberek is nagyon, hogy mondjam, nagyon nemhogy várták, mert nem tudtak róla. Remélem, ha tudnak róla, akkor majd eljönnek, és szeretettel várom, hogy nézzék meg, és örüljenek velem együtt. Van-e kedvence a kiállított kő? Mindegyik az én gyerekem, az összes festmény, a gyerekeim, így hívom őket, hogy a gyerekeim, és hát nem tudnék külön kedvencet mondani. A Szent ez a hely, az nagyon-nagyon a Csíksomlyón készült Szent. A legtöbb mind Csíksomlyó, tehát a csíksomlyói témához fűződik, mivel Csíksomlyó már ugye egy búcsújáró hely, nem tudom, már remélem, hogy sokan tudják, most már elindultak a búcsújárók is, búcsúra járók, és hát úgy mondanám, küldöm az embereket Erdélybe, hogy aki még nem járt, menjen el és nézze meg azt a mesés gyönyörű szép tájakat, amiket ott fog találni, az páratlan. Tehát Erdély, nagyon szeretem Erdélyt. A megnyitó ünnepségen elsőként dr. Szabó József, Bihartolda volt polgármestere énekelt olyan dalokat, amelyek Ildikóhoz közel állnak, így már a kiállítás elején érzelmes perceket élhettek át a megjelentek. Messze-messze Székelyföldön hallgatnak a nóták, síkországi hegyek alján nem nyílnak a rózsák. Szomorúság ütött talját szerte e vidéken, öröm helyett muskön csillog sok kis jány szemében. Ne sírj, Székely kislány, lesz még tavasz újra. Mennyek zöldre, visznek téged, csak úgy magyar módra. Ünnepel majd a nagy
Rosszi Lajna után. Néked adják a legelső tavaszt hozó rózsát. Ünnepel majd a nagy világ, zúg Rosszi Lajna után. Néked adják a legelső tavaszt hozó rózsát. Az erdélyi születésű alkotót Pap István néppa Margit mutatta be. Elmondta, a művészet, a festészet iránti szeretet már gyermekkorban kialakult Ildikóban. Miró Ildikó Erdély a Tündérkert című festmény kiállítását ünnepeljük, köszöntjük ma. A képek beszélnek önmagukért, én az alkotót szeretném egy kicsit bemutatni önöknek. Ildikó Erdélyben született Csíkszeredán, a Harmita lábánál Csíksomjói szűzanya ölében, 64 Mátyás napján. Szerető nagy családban cseperedett. Rajztudása vele született isteni ajándék lehet, amely éveken keresztül bontakozott ki és nőtt benne. Már kisiskolás korában is a rajzolást szerette minden más tantárnál jobban. A rajzaira, a festményeire mindig a legjobb jegyet, a 10-est kapta. Sokáig azt hitte, hogy minden jó rajzolni, festeni. Hogy ez nem így van, az 9-es korában derül ki, amikor egy otthoni falvédőről lerajzolt néhány gőzet és gólyát és egy szép várat. Ahogy ezt az osztálytársai meglátták, többen kérték, hogy neki is rajzolja le. Ekkor csodálkozott rá, arra a tényre, hogy nem mindenkinek adatik meg ez az isteni tehetség. A Bihar-tordai népdalkör egy népdalcsokorral kedveskedett a kiállítás megnyitó vendégeinek. Nem szoktam, nem szoktam kalikába hálni, csak szoktam zöld erdőbe járni, zöld erdőbe járni, fenyőmagot enni, fenyőmagot enni, gyöngyharmatot inni. Ellopták szívemet, jól érzem, aki ellopta is, esmérem. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött, foglyod vagyok, édesem. Szerencsés és kedves tolvaj vagy, de ha már elloptál, el ne hagyd. Tied vagyok, rabod vagyok, megkötözött, foglyod vagyok, édesem. Rász Dóra citera játékával és népdallal járult a délután hangulatához. Az ifjúsági házban megjelentek jó kapcsolatot ápolnak Bíró Ildikóval. Személyiségéről, művészetéről Huszti Mária, egyházvezető helyettes beszélt, aki már 15 éve áll kapcsolatban vele. 15 éve ismerjük egymást, Ildikó Magyarországra került, és kereste önmagát, kereste a helyét, kereste a lehetőségeit. Már akkor nagyon szépen festegetett, felfedeztük az ő kis egyéniségét,
és úgy pártfogásba vettük. Kezdetbe otthont adtunk neki, és az otthonból egy nagyon jó barátság, hát úgymond nem kezdődött, hanem alakult ki, ami mai napig is tart, és most már a művészetében is ugyanezzel itt vagyunk vele. Ami nagyon lényeges, hogy Ildikónak az élete az egy kicsit összefügg a mi életünkkel, az Isten hitben való kereszténység és az isteni hitvallás az, ami az ő belső énét adja. Ez a mi hitvallásunk is, és mi is ezt szeretjük is benne. És a kis művészetében nagyra értékelem az ő szorgalmát, tudását, a széles és hogy fejezem ki magam, tudatos alkotó erejét. Mert ő valóban az otthont hozta magával, Erdélyből, abból a régiségből, a régi magyar életből, amiből tényleg nagyon kevesen is nem tudnak eleget. És én ennek annyira örülök, hogy most itt lehetünk és köszönhetjük, és hogy az ő kis személyiségét is be tudjuk mutatni, és hogy tudunk ezzel a továbbiakban is együtt dolgozni, mert vannak terveink. És a terveinkről majd még később, amikor adottságaink lesznek, folyamatosan beszámolunk. Úgyhogy borzasztó jó érzés itt lenni, és felemelő érzés, ami nem mindennapi. És ezt nagyon köszönöm Ildikónak, hogy megszervezte, és meglepetés volt, mert ezek a képek el vannak csomagolva. El voltak csomagolva, úgy kellett a raktárból előszedni mindent, és annyira örömmel tettük, hogy mikor megérkezett a képekért, akkor egyszerűen... Bocsánat, egy halom holmiból válogattuk ki, hogy na most akkor ez a doboz, ez az biztosan az, amivel el vannak csomagolva és védett helyen vannak a Erdély fejedelmek. Leginkább ez a mi kapcsolatunknak egyik gyümölcsöző ága, ami gyakorlatilag testet öltött. És ennek nagyon örülök és gratulálok Ildikónak és itt mindenkinek, aki megszervezte ezt az egész kis ünnepséget, és hogy ezt még egy jó néhány napig itt fenntartják. Mert kell, hogy tudjanak róla, hogy a művészet az egy egyéniség. Maga, aki az alkotó ember, az pedig az az egyéniség, aki saját magát adja a művészetében. És ez az Ildikó az. Szebbnél szebb tájképek, fejedelmi portrék. A vendégek nagy érdeklődéssel fogadták Ildikó képeit, akinek elmondása szerint a művészet az élete. Mit jelent önnek a művészet, maga a festészet? Hát szerintem mindent jelent, nyugalmat, békét, mindent. Tehát nehéz életem volt, és abban leltem meg, a művészetben leltem meg a lelki nyugalmamot, hogy nem is tudnék szerintem nélküle lenni. Úgyhogy mikor időm adódik, ugye, és lehetőségem mindig festek. Erdély a Tündérkert címmel nyert tehát kiállítás az Ifjúsági Házban. Bíró Ildikó művei április 30-ig tekinthetők meg. A kiállított alkotások mindegyike Erdélyhez kötődik, és egy olyan ember által jöhettek létre, aki nem tud szemet hunyni szülőföldje szépségei felett.